Sági Zsuzsanna vagyok, EFT tanácsadó és tréner. 2009 óta foglalkozom azzal, hogy a lehető legtöbb embernek segítsek abban, hogy a stresszt csökkentse a saját életében, hogy a gyerekkori, vagy nagyon régi, vagy nagyon súlyos traumákat sikerüljön feloldani. Általában felnőtteknek, és főleg nőknek segítek, de nem egyszer előfordult már az is, hogy azzal fordultak hozzám, hogy gyerekeknek segítsek, főleg önbizalomhiányos gyerekeknek szoktam tudni segíteni, önbizalomhiányos és szorongó gyerekeknek abban, hogy jobban megtalálják a helyüket a környezetükben, a való világban, a családban, és kevesebbet szorongjanak, és kevesebbet stresszeljenek. Hogyha eljössz hozzám, hogyan is néz ki egy ilyen EFT-s foglalkozás? A legelső foglalkozás az arról szól, hogy megismerjük egymást jobban, és te is megismerj egy kicsit engem, hogy hogyan dolgozom, és én is megismerjem azt a problémát, ami a te életedben jelenleg a legnagyobb problémának számít, tehát hogy milyen traumáid vannak, milyen stresszért, mi az, amiben elakadtál az életedben, mi az a probléma, amiben kell egy kis tovább lendítés, egy kis támogatás, vagy egy külső rálátás arra, hogy hol tartasz, és hogyan is lépjél tovább. Tehát az első alkalommal te mesélsz a saját életedről és a saját problémáidról. Én vezetett kérdésekkel segítek, hogy kiderítsük azt, hogy mi is az a probléma, amivel foglalkoznunk kell, és e mögött milyen érzések vagy milyen események lehetnek még, amik fontosak lehetnek, amik a jelenlegi elakadt élethelyzetet, vagy a jelenlegi nagyon stresszes élethelyzetet úgymond felépítették. Tehát, hogy mi mindent kell utána lebontanunk, eltüntetnünk, érzelmileg felszabadítanunk. És már az első foglalkozás második felében meg fogom neked mutatni azt is, hogy hogyan működik ez az EFT és kopogtatás. Ezért már a legelső alkalommal is megérezheted a hatását ennek. Azt nem mondom, hogy az első alkalommal egy-egy probléma eltűnhet, hiszen nem is mondhatnék ilyet, mert nem ismerem a konkrét problémádat még, de azt mondhatom, hogy már a legelső alkalommal meg lehet érezni ennek a kopogtatásnak a hatását, kisebb problémákat talán már az első alkalommal is lehet tenni, el lehet engedni. Aztán pedig a második alkalomtól, jön a problémáknak a részletes feltérképezése és a tényleges kopogtatásos munka, aminek az a célja, hogy ugye egyrészt feltérképezzük a problémádat, megnézzük azt, hogy ezek a problémák általában olyanok, mint a hagyma, tehát hogy ilyen rétegek vannak. És megnézzük azt, hogy mi a külső réteg, azt igyekszünk lebontani, aztán megnézzük, hogy mi az, ami alatta van, azt is lebontjuk, és érzelmileg feloldjuk, aztán megnézzük, hogy mi van alatta, és azt is lebontjuk. Vagy legalábbis elkezdjük lebontani. Minden problémával az a cél, hogy olyan, mintha hagymát hámoznánk, és a végén eljussunk a központi problémához. Mert hogyha ezt a központi problémát sikerül feloldanunk, és sikerül egy érzelmileg felszabadult állapotba kerülnöd, akkor lehet, hogy az életedben sok más probléma is egyszerűen csak összedől. Egyszerűen elmúlik. Vagy kiderül az, hogy mi van még ott, amit érdemes lehet feloldani. Szóval a második alkalomtól így szépen fokozatosan térképezzük föl a problémákat, meg azt, hogy mi miből következhet, és kopogtatunk is rá. Tehát minden alkalommal, amikor kilépsz az ajtón, akkor sokkal megkönnyebbültebben fogsz távozni, mint ahogy érkeztél. Egyébként ez az én legnagyobb motivációm arra, hogy már 10 éve ezt a munkát folytatom, mert nagyon nagy élmény azt látni, hogy ha valaki belép az ajtón, vagy esetleg a Skype kapcsolatban, valakivel találkozom, és nagyon lent van, nagyon energiahiányos, nagyon elveszett, nagyon fogalma sincs, hogy hogyan léphetne tovább, és minden alkalommal, minden foglalkozás után lépünk egy kicsit följebb. És minden alkalommal úgy fejezzük be
ezt a foglalkozást, hála az EFT érzelmi felszabadító hatásának, hogy jobban érzed magad, meg megint egy kicsit jobban, meg megint egy kicsit jobban, meg megint egy kicsit jobban. És egyszer csak azt veszük észre, hogy már meg is szabadultál attól a problémától, amivel érkeztél, vagy amiben úgy érezted, hogy elakadásod van. Úgyhogy, ha úgy gondolod, hogy szeretnél megszabadulni régóta tartó, vagy nagyon nehéz problémáktól, esetleg nagyon stresszes helyzetben vagy, vagy a gyerekeddel, vagy a családi életeddel, vagy a munkáddal és munkahelyeddel nem tudsz mit kezdeni, akkor szeretettel látlak egy következő EFT-s foglalkozáson, hogy megtapasztalhassd azt, hogy milyen érzés ugyanebben az élethelyzetben lenni, de már nem elakadva, már nem tanácstalanul, hanem egy érzelmileg felszabadult állapotban.